Budai László vagyok, Halmai Község cigány nemzetiségi önkormányzat elnöke, 94 óta. Az egész világot érintette ez a koronavírus járvány, és igenis nagy baj van sajnos. Többek között a roma településeken, szegény embereken. Nem dolgozik senki sem, munkanélkül van, szinte lehet mondani, hogy éhhalásban vannak az emberek. Gyerekeink nem tudnak iskolába járni. Lezárták az iskolát, digitális oktatás van, ami azt jelenti, hogy nem laptop, vagy esetleg egy tablet, hanem még kenyérre sincsen. Ambrusné Kis Gabriella vagyok, 8 gyerek édesanyja, jelen pillanatban is gyesen vagyok. Halmajon élünk, egy családi házban, ami elég romhalmazos. Elég nehéz a felújítást intézni, a férjem közmunkaprogramon van. Nem tudom, még az áramunk az nincsen, már 2012 óta. És hogy oldottátok meg az áramot? Aggregátort kaptunk az önkormányzattól. Mert előtte is volt aggregátorunk, de az tönkrement, és ugyebár egy aggregátor nem olcsó mulatság, elég sokba kerül. Nem sikerült venni, és így az önkormányzat ennyibe tudott segíteni. Aranyosi Péter vagyok, Halmajon élek, két kiskorú gyermekemmel és feleségemmel. Hát Tiszaújváros Zsabírba dolgoztam raktárosként, és egyik napról a másikra megszűnt a munkaviszonyom a koronavírus miatt. És most csak ígérgetnek, hogy még ha vége lesz a gyár, a vírusnak visszavesznek, más munkalehetőségem nincsen, nem találok semmit, ígérgetnek, nem tudom, hogy mi lesz kilátásán a helyzetem, egy fizetésből élünk, 90 ezer forintból, és nem tudom a továbbiakban, hogy lesz. Az összes abói térség bajban van. Ez, ha még a hírek szerint, ha ez december 31-ig fog tartani, nem is tudjuk, mi lesz.